Mese habban egy. A beavatás. Az álmomról szól ez a történet, de először is egy pár szereplő bemutatása. Sipi, azaz én Sipos Danyó, magas gyerek vagyok, szűk és barna hajú és kék a szemem, de ez csak annak szól, aki nem ismerne. Márton Judit, hát róla mit is mondjak, szerintem a világ legszebb lánya, hosszú barna hajú, alacsony kis csaj. Szilágyi Viki, Dodo vagyis Kassa Dániel, hát szerintem jó fej, loboncos barna haja van. Ivócs Bálint, ő nagyon vicces és néha már idegesítő gyerek, rövid barna haja van, és kicsit vékony. Hangrád, Törzsök a többiek. Na, kezdjük el a történetet. Úgy kezdődött, hogy a suliban nagy koncertet rendeztek, ahova az egész iskola jött. Nekem kellett csinálni a hátteret és a fényeket. A koncert előtt előre beterveztem a cuccost, és nekem volt egy kis szabadidőm Judittal. Az asztal alatt feküdtünk, és már oltunk, nem volt feltűnő, mert mindenki a koncertre figyelt, kivétel Törzsök. Törzsök minket akart lesni, idején egy számítógépet húztam az arca elé, és így nem tudott leskelődni. És ekkor visszagondoltam pár nappal ezelőttre, mikor beléptem meg egy olyan bandába, ami most már nem túl jó. Mert a suli rendőrség elkezdett minket kergetni, aminket az Juditot és engem takar, de még futottunk is, mert nem akartunk az igazgatóval találkozni. Végül elkaptak minket, de nem lett semmi bajunk, mert aki kergetett minket, az nem volt más, mint Viki és Hangrád, akiket jól ismerek. Nem kaptunk ki, csak azt kellett tennem, hogy kilépek abból a bandából. A koncert még tartott, mikor Hangrádék újra kergetni kezdtek, és el is kaptak a matektermeknél a csiga lépcsővel szemben. Így kezdték. Nem akarunk bántani csak. De itt nem hagyta Judit, hogy végigmondják. Nem érdekel, hogy ti mit akartok, hanem hogy most mi nem csináltunk semmit, és akkor is kergettek. Nyugi, hadd mondja, végigvágtam a szavába. Na azt akartam, hogy... De itt megállt. Mit? Bögd már ki. Felkiáltójel sürgettem. Csak Sipivel szeretnénk beszélni. Erre Judit elment megsértődve a gépekhez. Nos, hogy egy kedves barátunk elment, így azt akarjuk mondani, hogy álljál be a csapatunkba, mondta Viki. Belépek egy feltétellel, ha elmondhatom Juditnak, mondtam a kifogásom. Rendben, de először hadd mutassunk valamit. Ok, lementem velük a bejárati ajtóhoz, és azt mondták. Menj Adraira. Átmentem, és egy szobában találtam magam. Velem szembe volt egy párpad, és egy tucat gyerek, akik tervrajzokat nézegettek és fegyvereket fényeztek. Megfordultam, és láttam, hogy egy teleportálóban vagyok. Kiléptem belőle, és mellette egy vagy két játékgépszerű számítógépet láttam. Mikor már érteni kezdtem, hogy mi is folyik itt, akkor egy ismerős arcot pillantottam meg. Ivócs volt az, de nem viccesnek nézett ki, hanem mint egy stréber. Csá, köszönt rám. Csá, te meg hogy kerültél ide? És miért nincs itt senki az osztályomból? De itt van Dodo, de ő most járőrözni van. Ok, majd szólj, ha visszajön. 5 perc múlva visszaértem a koncert helyére, már csak 3 félrészeg embert és egy csomó papírdarabot láttam a földön össze-vissza, a falak meg nagyon firkálva, úgyhogy a takarítónőnek lesz dolga. De Juditot nem találtam sehol, biztos hazament. Elindultam haza, mert már fáradt voltam, de még a bejárati ajtóhoz se értem el, már a hátam mögött a nevemet kiáltották. Sipi, Sipi, várj meg, hadd mondjam el. Rohant utánam Bálint. Na, mondd, de siess léci, mert mennék haza, sürgettem. Küldetésed van, mert elraboltak valakit. Kit vittek el? Kérdőjel kérdeztem. Az most nem lényeg, de fontos személy, mondta a felbukkanó Viki. Na, és kit vitték el? Az a banda, ahova beléptél, és amit ott hagytál. Akkor holnap indulok. Elindultam másnap Szilágyival és Ivócsral a küldetésre. Ivócs 2 uzit és egy kis pisztolyt vitt magával. Viki 1-2 hangtompítóst és 1 sorozatgránátot. Én meg 1 hangtompítóst, kis pisztolyokat és a hátamon 1 rakétavetőt. Az ellenség főhadiszállása kint a Baktai úton volt, a sárga ház mellett. Mikor odaértünk, akkor egy kukába botát láttuk, aki kiáltozott. Itt a vég, meg fogunk halni. Felkiáltójel tudom a titkot. Ezt azért tudja, mert ő is a gonoszt szolgálta, csak kirúgták, mert szamurájackosat játszott a tervel készítésénél. Bementünk a ház első kertjébe, ott 3 őr állt, ezt Ivócsra bíztuk, mert ő ért ehhez. Először is egy gyuzis támadást vetett be, de ezt kivédték, mert számítottak rá, de egyre nem számítottak, hogy van nála kis pisztoly is. Azzal meg gyorsan végzett velük. Mikor végzett, akkor már mehettünk is be. Beléptünk egy koszos és már omladozó házba, ahol a vakolat már csak egy-két helyen volt. Velünk szemben feltárult egy folyosó, ahol minimum 20 ajtó volt. Már majdnem mindegyiket végignéztük, de nem találtunk semmit, csak egy pár hullát és törött székeket. Szinte minden ajtót megnéztünk, kivéve 3-at. Az elsőn bementem én, a másodikon Viki, a harmadikon meg Bálint. Én az ajtó túloldalán egy székre kötözött embert láttam, és mikor közelebb mentem, hogy kiszabadítsam, akkor látom csak, hogy aki oda van kötözve, az nem más, mint Dodo. Leszedtem a kötelet, de Dodo nem mozdult meg. Elkezdem ébresztgetni, de leütnek hátulról.
Mikor nagy nehezen feltámpászkodtam a földről, és akkor pillantottam meg öt gyereket, akik kaszát verik. Oda mentem hozzájuk, és elkezdtünk bunyózni. Már csak egy embert állt velem szemben, de én már nagyon fáradt voltam. Az az ember elkezdett ütni vágni, mikor egyszer csak összeesett. Pár perc múlva visszanyerve eszméletemet megláttam Dodót. Velem szemben állt és várt rám. Na végre, hogy felébredtél? Már 10 perce várok rád, kötözködött. Jól van már, nyugi, menj vissza a bázisra, és hívj erősítést. Okés. Mikor kijöttem az ajtón, már ott várt rám és Ivocsra Viki. Hol voltál? Már egy fél órája itt vagyok. Hát nekem volt egy kis problémám. És Ivocs hol van? Nem tudom. Menjünk, és nézzük meg. Bementünk a harmadik ajtón, és látjuk, hogy Bálintot fekszik a padlón ájultan. PSSSSST. Suttogott valaki a háttérből. Netta volt az, a fő ellenség volt Csaja, de mit keres itt? Mit keresel itt? Titkokat csempészek a suli rendőrségnek, és mikor jöttem ki ezen az ajtón, mutatott egy ajtóra, akkor szembe találkoztam Bálinttal, és ő hirtelenül ájult. Én mindig is tudtam, hogy Ivocs fél Nettától, de hogy ennyire? Miután Netta elment, felébresztettük a sérültet, és bementünk azon az ajtón, amit Netta mutatott. Ott egy asztalt láttunk, meg egy lányt, akit vallatnak, mondd el, mi a titok, mondd el. Felkiáltójel, hozta egy fiú hang. Nem, soha. Felkiáltójel. Válaszolta egy nagyon ismerős hang. Váljunk szét, és kerítsük be, mondta Viki. Ok, ok. Én mentem balról, Bálint jobbról, Szilágyi meg maradt hátul fedezni minket. Pont akkor akarta újra megütni a fiú a lányt, de én ezt már nem bírtam, és felrúgtam őt. Mi tartott eddig? Kérdezte Atusz, vagyis Judit. Hát volt egy kis gond Bálinttal. XD. De egyszer csak egy hangos kacaj szólalt meg a háttérben, és 20 katona a segítségére sietett a gonosznak. Azokkal Viki és Ivocs elbántak, de a gonosz még mindig csak nevetett, elővette egy távirányítót, és benyomta rajta a gombot. Elkezdett remegni a föld, és összeomlani a ház. Gyorsan, futás ki! Mondta egy hang kintről. A felmentő sereg volt az, vagyis Dodó, Szilágyi Dóri, Bóta, Jaki, Zvara. Mikor kiléptem volna a házból, akkor a gonosz megfogta a lábam, és azt mondta. Ha én meghalok, te is velem jössz. Azt már nem. Kiállt ott a Ivocs, és lerúgta rólam. A ház összeomlott, és ő örökre meghalt. Fontos. Felkiáltójel. A mesében olvasott dolgok soha nem fognak megtörténni, és nem is történtek. Felkiáltójel. Felkiáltójel. De örülnék neki. Felkiáltójel.